Vissza a valósághoz munkacsoport megtartja a második országos konferenciáját 24-én 10 órakor itt a Golgota utca 3-ban a nagy teremben. És nem tudom, hogy ez jól hangzik-e vagy sem, de szerintem ez egy ámulatos délelőtt lesz. Egy egészen újfajta rendezvény lesz, egy nem tudom mi a neve, de egy nagy előadás, amit gyakorlatilag több beszélő ad elő egyszerre. Ugye nem párhuzamosan, hanem egymás után, de az egész egy üzenet lesz. És az üzenet talán a legfontosabb, amit egy ember csak hallhat az életében. A legmélyebb kérdésekre, a legalapvetőbb szükségeire az embernek igyekszünk megadni a választ. Egy olyan módon, hogy valaki, aki nem hívő, aki csak egyszerűen gondolkozik, aki keresi a válaszokat az életére, az meghallhassa és megérthesse ezeket a válaszokat. Vissza a valósághoz. Erről szól a hivatásunk. Arról, hogy a mai ember egyfajta elszakadásban él. Él a kultúrájában, él a tudásában, a profizmusában, él az elképzeléseiben, és ezek között sokszor nem találja a választ. Ezek között sokszor csak egyszer nem talál életet. Pedig létezik. Vannak válaszok, és létezik egy igazi élet, amely mindannyiunk számára élhető. És erről fogunk beszélni. Úgyhogy kérlek, hogy gyere el, szombat lesz, még csak szabadnapot se kell kivenned. Utazz föl Budapestre, hogyha kell. Hozd el magaddal a szomszédodat, a barátaidat, azokat, akik akarnak jönni, és azokat is, akik nem. Azt hiszem, hogy tehát egyszerűen jó lesz. Jó lesz. És még valami, hogyha van körülötted olyan nehéz ember, akivel sokszor próbáltál beszélni, és valahogy nem sikerült közös nevezőre jutni. De van még benne nyitottság, nyugodtan elhozhatod. Tehát, senki nem fogja, hogy mondjam, ha elhozol valakit, tudja, hogy nem lesz ciki. Vagy valami ilyesmi, igaz? Tehát, hogy nem, tudjátok, van az, amikor valaki beszél Istenről, beszél az evangéliumról, és ilyen, tudod, ilyen félváról lepatintják. Ugyan már, tudod, vallásos közhelyek. Ez biztos, hogy nem ilyen lesz. Lehet, hogy az, aki eljön, nem fog egyetérteni velünk. Lehet, hogy elég büszke és makacs lesz ahhoz, hogy továbbra is rendíthetetlenül ragaszkodjon a valósággal össze nem függő elképzeléseihez. De azt biztos nem fogja tudni mondani, hogy ez értelmetlen marhaság. Csak mert tudom, hogy miről fognak beszélni az előadók, tehát már átnéztük, és nagyon jó lesz. Úgyhogy 10 óra, 24-e, jövő hét szombat.